Viszonyunk a Play-Item, meséljetek magatokról. Kik vagytok, mit csináltok itt? Én Dragon Trainer Tisztalán költöztem be, és azért jöttem el, mert Play itt van, és egy újabb lehetőség, hogy beöltözök a kedvenc karakteremnek. De? Hát én Nymphas Szolaka vagyok, Eldei Nymphas Szolaka, és ugye az előzőm szól, mondtam, hogy én is azért igazából, mert egyik nagyon nagy kedvenc karakterem, mert az egyik legszebb skin rá, én úgy gondolom, és ugye ez egy fantasztikus alkalom, hogy a gamerek, illetve a cosplayerek összejönnek, és ugye ez egy gamer, mind a kettő ugye egy játékból van, és ugye egy gamer cosplayek, ezért hát hol is lehet máshol felvenni, mint a Play-Item. Így van. Ez egy kicsit meg is válaszoltad a következő kérdésre. Mi szerint te például miért ezt a karaktert választottad? Én őt azért választottam, mert nagyon-nagyon imádom Tristanát és a sárkányokat. Szóval amikor kijött ez a skin, akkor én azt mondtam, hogy ez az instant szerelem, és elég bonyolultnak is tűnik, és én imádom a kihívásokat, és szerintem ez így egy ilyen tökéletes választás volt. Jól hangzik. Mik voltak az első cosplayjeitek? Az első, az egy ilyen nagyon, ez egy könnyű mezei cosplay volt, és hát mikor az még, nem is az még általános iskola volt, de az persze az falsag, az nem, de mikor az, amikor tényleg cosplayről beszélünk, hogy tudom, hogy mit készítek, akkor először Mondokonra vettem föl Narutóból egy Anbu cosplay. És te? Én a Nightmare Before Christmasból, a karácsonyi üdvözlőmásból öltöztem a főszereplő lánynak, Sallynek, de akkor még nem értettem se a testfestéshez, meg semmihez, de a ruha maga nagyon szép lett, kézzel voltam, kézzel festettem, és egyébként szeretem felvenni még most is, úgyhogy most meg tudok testfesteni, de arról ne kerüljön elő képén. Ha egy kötetlen nagyságú összeg állna a rendelkezésetekre, melyik lenne az a cosplay, amit megvalósítanátok? Uha! Oh. Azt a mindent várjuk! Hát szerintem akármit lehet válaszolni, de akkor már a legminőségibb anyagokból. Tehát akkor nem a 7000 forintos műszörmét, hanem a 15000 forintos műszörmét. Vagy akkor az egészet Warblából, persze akkor, hogyha szükséges. De most így konkrétan, amire azt mondom, hogy így több millió forintba kerülne jár, ez most hirtelen nincsen. Vagy akkor úgy mondom, hogy leginkább ilyen álomjelmez, hogy ez mindenképp egy cél lenne, hogy te azt akármennyiért, meg de megcsinálnád. Egy nagyon nagy, nekem még nincsen, nekem most mindig ilyen kis lépcsőfokok vannak, nekem a következő az mely az Overwatchból. Én őt gondolom annak, hogy az egy elég nehéz jelmez lesz, mert abban műszörme is van, varázs is van, kraftolás is van, világítani fog, meg mindenféle mozgókis alkatrésze lesz. Mondjuk ehhez a korlátlan keret, az szerintem elég jól jön, de egyelőre még gyűjtök. Hát drukkolunk hozzá, és neked? Hát nekem ez gyakran, nekem mindig felteszik ezt a kérdést, de nincs ilyen. Ez nekem olyan, hogy meglátok valamit, és egyből szerelembe, és mondok, oké, nekem ez kell. De nincsen az, hogy kutatgatok, stb., hogy akkor most ez lesz a fő kitűzött cél. Én mindig egyre nehezebbeket keresek, ha tudok, és most se egy ilyen elég nehéz kis igyekeztem kiválasztani magamnak. Az apró részek a legjobb, mint a sátán. Ugye mindennél is mindenképp egy olyan cosplayt választani, hogyha keret az nincsen, hogy biztos vagyok benne, hogy akkor egyértelműen világítana mindenfajta részben, illetve mozogna. Tehát ez teljesen egyértelmű. Olyan szárny kész, biztos, hogy egy szárnyas karakter lenne, ami ugye szárnyas kinyílik és mozog, vagy olyan elektronika lenne, hogy az egér van, biztos, hogy mozogna rajta teljes mértékben. Füstölne, valami ilyen sikrázna. Valami hasonló, igen. Tehát nagy show lenne. Egy ilyen lángszoros szerintem a sárkányban. Veszélyes, de ami hasonló, tényleg mindenképpen világítana, és az elektronika úgy lenne bekötve, hogy akkor mozog valamilyen funkció, biztos lenne bármilyen. Voltatok esetleg már külföldi ugyanilyesmi conversionen vagy? Én a Vienna Comic-Conon jártam, szombati napjára mentem ki, Tristanával voltam. Az, hogy vittem ki, az egy nagyon vicces dolog, busszal tudtunk kimenni, és szerencsére a hátsó ülésre nem ült le senki, ezért én oda beköltöztem a sárkányra. A rendezvény maga nagyon-nagyon jó volt, nagyon színvonalas cosplayek volt.
voltak, az emberek is nagyon kedvesek. Nekem nem olyan jó az angol tudásom, de abszolút egymásra találtunk mindenkivel, kézzel lábbal el lehetett beszélgetni mindenkivel. És szerintem hozza ugyanazt az élményt, mint egy magyarországi, annyi, hogy ott van az a plusz, hogy angol, és talán egy kicsivel több külföldi és híres cosplayer sok van. Jó hangzik. És te? Általában a külföldi, tehát a konokon ugye nagyobb a szponzoráció, tehát ez azért figyelembe kell venni, és a cosplay a fő téma, tehát teljes mértékben, akár gamer, akár anime, akár bármiről beszélgetünk. Én rengeteg ilyen jártam külföldön, de nem ilyen rendezvényen. Most az első mondani majd lesz külföldi téját gyakorok is, úgyhogy ez így most figyelmetes lesz. Külföldi gamer rendezvényen viszont voltam, az a fura, hogy voltam többször, viszont ott nem volt cosplayes. Melyikeken? Pont mögöttünk van a Nintendo Switch-nek ugye volt a bemutatója, arra kimentem Prágába, és nagyon élveztem a dolgot, de azt mondtam, hogy lesz esetleg vagy bármilyen Zelda-ból cosplay, vagy lesz esetleg Mario-ból, vagy bármilyen valami ilyen, ami Nintendo, mert azért elég sok ilyen retro, mondjuk azt, hogy a cosplay-est is ismerek. És nem volt kintet sem. Tehát furcsátam nagyon, de nem volt. Rendben, hát köszönjük, nem javaroljuk tovább az időtöket, és jó szórakozást! Köszönjük szépen!